Az Ercsiben élő horvát nemzetiség kultúrájának, identitásának ápolásában saját önkormányzatán túl tánc és énekcsoportjai is sokat tesznek. A Jorgoványi Rácz kórus, amely szinte minden hivatalos városi ünnepségen részt vesz, immár 5 éve viszi Ercsi jó hírnevét szerte a világba. Az orgonák, mert hogy nevük magyarul ezt jelenti, alapításuk óta a régi Rácz dalok felelevenítésén munkálkodnak, fellépéseiket a Rácz népviseleti ruhák látványa is színesíti. A tagság az elmúlt évek alatt nemigen módosult, ami azt engedi sejtetni, hogy a közös célokon kívül a baráti viszonyok is jelentős szerepet játszanak a jorgoványi mindennapjaiban. 5. születésnapját ünnepli a Jorgoványi Énekkórus. Azt gondolom, az 5 év az nem túl hosszú idő, viszont annyi minden történt önökkel, annyi rendezvényen vettek részt, hogy érdemes visszatekinteni erre az időszakra. Igen, hát nagy örömmel ünnepeljük az 5 éves születésnapunkat, hiszen tulajdonképpen ugye az Ercsi Rácz Táncház az 9-10 éves, 7-8 éves az Orica Tánccsoport, és mi vagyunk most már 5 évesek, mert a táncházból váltunk ki, mert először létrejött az Orica Tánccsoport, aztán úgy gondoltuk néhányan, hogy mi már a színpadra nem igen tudunk menni táncolni és fellépni, viszont nagyon jól tudjuk ezeket a táncokat is, és főleg az énekeket. És akkor ott az egyik táncházban, az egyik asztalnál összeültünk, és megalakultunk rögtön, és mi azóta minden héten műveljük, gyakoroljuk, próbálunk, és hívásokra fellépünk. Valóban nagyon sok fellépésünk volt az 5 év alatt, 60, pontosan 60, és erre nagyon büszkék vagyunk Ercsibe, a környéken, külföldön is, és ahova hívnak bennünket. Én ahogy visszagondolok erre a fél évtizedre, én úgy emlékszem, hogy gyakorlatilag nem volt olyan év, hogy ne csatlakozott volna új tag önökhöz. Igen, tulajdonképpen ez az életrendje, hogy elfoglaltságok révén mások elkerülnek valahova, mások pedig jönnek, de azért majdnem, hogy a 90%-unk állandó, tehát alapító tag, és ennek nagyon örülünk. Igazából mindenki ercsi, gyakorlatilag mondhatnánk azt, hogy az ercsi rácok leszármazottai, 80%-ig, a többi pedig igazi ercsi lány, asszony. Ha jól tudom, jó barátságok is kialakultak itt önök között. Így van, tulajdonképpen ez összehozza az embereket, a színpadi föllépés, az utazást, mert ez nem minden csillogás és villogás, ebben nagyon sok nehézség van. Na most a nehézség meg az öröm az embereket mindig összehozza. És így aztán mi már kirándulni is elmegyünk együtt, vagy a családi rendezvényeket, a születésnapokat, névnapokat, bizony most már együtt ünnepelgetjük és a családjainkkal is. Aztán fontos kérdés az is, hogy ki válogatja, ki szedi össze ezeket az énekeket, ki tanítja be őket? Tulajdonképpen én tanítom be őket, a gyűjtés is javarészt az enyém. Én 8 éves korom óta énekelem a Rácz énekeket, ezért nagyon sokat tudok az idősektől is, és én ezeket próbálom átmenteni és a kórustagokkal megtanítani. És bizony, akárhova elmentünk, mindig olyanokat vittünk színpadra, amit ott a rácság és a horvátság nem énekel. És akkor mindig nagyon csodálkoztak, hogy Ercsiből ilyen énekeket hoznak. Igen, ezeket én a 80 éves néniktől tanultam, és büszkén őrizzük őket. 60 rendezvényről beszéltünk ez idáig, de én úgy tudom, hogy egyre többet mennek el Ercsi határain kívülre is, és viszik a városnak a jó hírét, tehát ez egyre gyakoribb. Igen, és ennek nagyon örülünk, és tényleg ezt mi nagyon önzetlenül, tehát nálunk nincs ilyen, hogy fellépési díj, mi barátságból, szeretetből megyünk, elmegyünk üdítőért, szendvicsért, mosolyért, zenéért, táncért, köszönetért, és nagyon-nagyon sok barátság szövődött már, a szomszéd településekkel is, vidékről, messziről is vannak nagyon sok ismerőseink, és ezek visszahívnak bennünket, amikor vannak a városkájuk rendezvényei, de külfölddel is így vagyunk, Horvátországban többször, és például akkor rendezik meg a falusi napokat, amikor mi megyünk oda, tehát ennyire örülnek nekünk, mi még akkor megyünk, amikor az ő vallási ünnepük van, mert akkor vannak felvonulások, körmenetek, nagyon szép. Mi minden útunkon igyekezünk templomba is elmenni, zarándokutat tartani, zászlónkkal menni, és nagyon szép a templomba énekelni. Csodálatosak az akusztikák a templomokban. Bizony adódik akkor a kérdés, hogy hol láthatja önöket legközelebb a publikum? Most, amire inkább készülünk majd, az a Rácz karácsonya, Bozsit lesz, mert lesz Rácbálunk ugye októberben, de ott azért fellépésünk nincs, hanem az a legnagyobb rendezvényünk a karácsony, amikor minden ercsi családot hívunk, tehát nem csak a Rácz horvátokat, hanem mindenkit, akit ez érdekel. Szép régi népi játékokat adunk elő, betlehemes játékokat és régi énekeket, de ugyanúgy készül a tánccsoport is.
Tivinéni, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta nekünk mindezt, és akkor nincs más hátra, hogy boldog születésnapot kívánjunk magam, illetve a stábunk nevében. Boldog születésnapot, illetve reméljük, hogy lesz még sok-sok-sok ilyen rendezvényük. Nagyon köszönjük, mert igazából Ercsiben a legnehezebb fellépni. Itt a legkritikusabb a közönség, mert itt ők is tudják azt, hogy miről van szó, és miről énekel.